Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. Ez továbbra is a Millás reggeli, mégpedig itt a 90.9 Jazzy Rádióban, és benne Gede Balázs. És Kántor Endre. Meg a hallgatók, köszönjük szépen a sok hozzászólást, és próbáljunk majd reagálni, hát nem mindegyikre, de azokra, amikre marad idő még a mai napon, de most dolgunk van. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. És itt van velünk virtuális stúdiónkban Katona Csaba történész, ahogy ezt megszokhattátok. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, szia! Hát Feszül Frigyesről fogunk beszélgetni, aki 200 éve született, a romantikus építészet legjelentősebb hazai alakjáról, mesteréről van szó. Így igaz, és mi sem természetesebb, mint hogyha a 19. századi Magyarország egyik legjelentősebb figurájáról beszélünk. Hát ő is német származású, mint oly sokan ebből az időszakból, de nem véletlenül egy polgári családról beszélünk. Opa. A születési dátuma az adott Pesten született, 1821. február 20-án, tehát tényleg nagyon-nagyon kerek évfordulója van neki, egy pár nappal csúsztunk le arról, hogy napra pontosan megünnepelhessük őt. Mit kell tudni a családjáról? Ahogy említettem, német, nevezetesen bajor, illetve osztrák ősei vannak neki. Ugye ebben az időben Magyarország ilyen értelemben befogadó ország, rengetegen érkeznek német területről a 18. századtól hagyományosan, de még korábbról is, és amit biztosan lehet tudni, hogy az ükapja, akit Jakabnak hívtak, vagyis hát akkor még Jakobnak, ő Kirchbergből érkezett, az ugye Bajorország. És révészként dolgozott Pest és Buda között. Ugye arról az időszakról beszélünk, amikor még a hajóhíd is hol áll, hol nem áll, hát állandó hídak a Lánchídig végképp nincsenek, és itt kezdi meg a működését a első Pestre kerülő Feszül. De aztán a család férfi tagjai közül nagyon sokan választanak egy másik mesterséget, nevezetesen a kőfaragó mesterséget. Így például Feszül Frigyesnek a nagypapája, akit Józsefnek hívnak, vagy az édesapja, akit pedig Mihálynak hívnak. És ez a kőfaragó tudás, ez a kőfaragó hagyomány, ez valószínűleg meghatározta a kis Frigyesnek is a pályáját. Hát nem kevesen voltak testvérek, 13-on. 13-on, és többen is az építési pálya felé indultak, ugye az már egy sokkal polgáribb, sokkal emelkedettebb foglalkozás, mint maga a kőfaragói, de ezzel együtt nem volt teljesen egyértelmű, hogy erre a pályára fog lépni, ugyanis a piarista rend iskolájába járt, és innentől kezdve lehetett volna akár egy magasabb tanulmányok felé induló pályaív is, de nagy valószínűséggel nem tett érettségi vizsgát. Ezt ugye nem tudjuk tételesen kijelenteni, csak nincs meg erre vonatkozó dokumentum. Az viszont biztos, hogy a pesti építész cégnél viszont inasként működött, iparos tanoncként működött, és nagy valószínűséggel itt dőlt el az, hogy ő végül is elindul ebbe a szakma irányába. És innen aztán egyenes útja vezetette 1830-as évek végén Münchenbe, ahol a Képzőművészeti Akadémiára járt, és ezzel gyakorlatilag ezzel a két évvel, amit a Müncheni Akadémián töltött, számos magyar kortársához, meg másokhoz hasonlóan, nagyjából el is dőlt a sorsa. Itt a mesterének a nevét szeretném megemlíteni, Friedrich Bürklein, tehát az ő irodájában dolgozott, az ő építész irodájába, és így aztán az 1840-es években, amikor Pestre visszatér Feszül Frigyes, akkor azt lehet mondani, hogy immáron egy képzett építész jön haza, és rögtön meg is említeném egy olyan épületet, ami az ő nevéhez fűződik. Ugye, az ő legismertebb műve talán a Vigadó. Fogunk erről beszélni természetesen, de abban az évben, amikor hazajön, bead egy pályázatot, ez végül is egyébként nem valósul meg, az Országházára, tehát csinál egy ilyen pályatervet. Itt megjegyezném egyébként, hogy mint számos más építésznél legalább annyira érdekesek a meg nem valósult tervei, mint a megvalósult tervei, mert tervezett ő például a Gellért hegy tetejére millenniumi emlékművet. Ez se valósult meg, ezt tudjuk, hogy nem az van ott. Ez az Országháza se valósult meg, viszont egy pár évvel később, 1840-es évek végén, 1846-48 között létrejött az első, talán első olyan épület, mégis nem esküszöm meg rá, hogy az első volt, amely a mai napig
tisztán mutatja az ő építési zsenéjét, ez az Oswald ház. És ez az Oswald ház, ez a mai napig gyakorlatilag majdnem, hogy érintetlenül áll, ez a Nádor utcában van, tehát a pesti belvárosban. És egy nagyon érdekes dolog a Oswald háznak a sorsa, mert hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy egy bizonyos Czófál Lőrinc nevű építésmester építette ezt a házat. Van is hozzá köze, de az igazából az világosan kiderült a különféle kutatások nyomán, aminek egyébként egy nevet szeretnék megemlíteni, Komárik Dénest, aki feszül életművének a legjobb ismerője, hogy itt már elsősorban feszülről beszélhetünk, amikor arról beszélünk, hogy ki csinálta meg ezt a házat. Hát honnan lehet ezt tudni egyébként, meg miből derül ez ki? Hát onnan, hogy amikor hazatér Feszül Frigyes, akkor két másik úriemberrel vállalkozik folyamatosan, tehát van két olyan társa, akivel közösen építészként működnek, a kassai születésű Gerster Károly az egyik ezek közül, a másik pedig Kauser Lipót, ő meg egy pesti kőfaragó családból származik. Ezek ketten egyébként sógorok is, és harmadik társuként csatlakozik Feszül Frigyes, de az a helyzet, hogy ugye céhes engedéllyel még nem rendelkeztek, és Czófál volt az, aki az aláírást intézte az ő esetükben. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezek hárman már, mint Gerster, meg Kauser, meg Feszül, ez a három német származású derék magyar ember, ők nem máshol ismerkedtek meg, mint Münchenben. Hát hol máshol, ugye? Ott pallérozódtak, ott szedték magukra a szakmának az alapvető tudását, és állítólag a München melletti Valhalla épületén is dolgozott egyebek mellett fiatal emberként Feszül. Ezt nem tudjuk egészen biztosan, de azt igen, hogy hárman így vállalkozásba kezdenek, Czófál atyáskodása mellett, és ilyen módon aztán elkezdik, úgymond építészként bejáratni magukat, és ennek nyomán 1840-es évek végén megszületik ez a dolog, ez a bizonyos Oswald ház. Egyébként az Oswald családról annyit kell tudni, ez is nagyon jellemző erre az időszakra, hogy természetesen pesti polgárok, Oswald Antal és Oswald József voltak a megrendelők, de eredendően ők is nürnbergi polgárok voltak, tehát ez a német-magyar mozgásvonal, ez itt nagyon-nagyon jól fogható. És jól is működik egyébként ez a cég, amit ez a három ember igazgat, ugye Kauser, Feszül, Gerster, és ők úgy beszélnek magukról, hogy a pesti építészet egyhangúságát szeretnék megszüntetni, egy új irányba elvinni, és ezzel a tényleg a romantikus építészet térhódítását értették. A problémát az okozza, hogy valamikor 1854 körül ez a cég, ez lényegében csődbe megy. Tehát valamiért szétmennek, működnek tovább, ez azonban nem jelenti azt, hogy Feszül nem kap további megrendeléseket, és tulajdonképpen innentől kezdve teljesedik ki az ő, mondjuk úgy, hogy építészeti nagysága. Hát milyen dolgokat tett le elénk? Hát mindjárt említsük meg az egyik legfontosabbat, meg talán az egyik legérdekesebbet. Hát ugye a Vigadó. Ugye a Vigadónak a sorsa az nagyon sajátos, ennek megvolt az elődje, a Redút, az a Redút, amit ugye Henci tábornok 1849-ben Buda ostroma során teljesen indokolatlanul és érthetetlen módon szétlőtt. És ennek a helyére építette föl aztán 1860-as évek közepén ugye a Vigadót. Nagyon érdekes dolog ez is, mert 50-es évek végén már elkezdi az építését, és ez egy látványos középület, ugye ezt mindenki ismeri Pesten. Eleinte egyébként nem a Vigadó nevet viselte, hanem egyrészt magán úgy hívta a idézőjelben a pesti nép, hogy Redút, magán viselte az elődje nevét, de eredetileg Vigarda nevet kapott, de hát ez a Vigarda ez valahogy nem ült meg a magyar nyelven, és végül is a Vigadó nevet kapta. Szintén az ő nevéhez fűződik egyébként mellett a Dréhes Hörgyár egyik részének a felépítés, ezt egyszer nem bírtam ki, hogy ezt nem mondjam el. Nem is lehet, persze. Hát a sokoldalú ember volt, tette a dolgát, de talán az egyik legérdekesebb dolog, amit vele kapcsolatban meg lehet említeni, az a Calvin téri református templomhoz kötődik. Egy korábbi műsorban már beszéltünk ennek kapcsán valamiről, hogy ha bemegyünk ebbe a templomba, így hogy frontálisan bemegyünk és elnézünk balkézre, látunk egy gyönyörű fehér márvány síremléket, és itt nyugszik Zichy Ferraris Manóné, vagy Zichy Ferraris Emanuelné, Charles Trekem, egy angol születésű hölgy, és az ő története pedig nem más, mint hogy itt Magyarországon élvén, ugye Zichy Ferraris Manó egy magyar főúr, egy gróf, szerelembe esik egy másik Manóval, Andrási Manóval, gróf Andrási Manóval, a későbbi miniszterelnök Andrási Gyula testvérével, és gyakorlatilag nyílt kapcsolatot tartanak fönt, majd 1848-49 környékén pont a szabadságharc idején elindítanak egy, lényegében a válás felé tesznek lépéseket, majd 1853-ban, ki tudja miért, a hölgy alig 30-valahány évesen öngyilkos lesz. És a róla fennmaradt ilyen legendák szerint ez azért történt, mert Andrási közölte vele, hogy hát nem fogja elvenni feleségül. Na most ehhez képest Pest megyei levéltárban
A német nyelvű végrendeletéből világosan kiderül, hogy azt Andrássy birtokán keltezte, és Andrássyt bízta meg egyebek mellett a végakarata végrehajtásával. Hát elhagyott nők általában nem azt szokták ilyen bizalmas dolgokkal megbízni, akik miatt ugye ellenézték magukat. Úgyhogy egyelőre rejtélyövező a Ságos Szekken miért lett öngyilkos, nem tudjuk. Ami viszont bizonyosnak nevezhető, hogy ezt a csodálatos fehér márvány alkotás körüli dolgokat, ezt nem más csinálta, mint szintén Feszül Frigyes. És ez egy ilyen kis rejtett titka Budapestnek. Nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogyha van rá módja, menjen be ide és nézze meg, és erre a tragikus sorsú asszonyra is gondoljon vissza egy pillanatig. Külön műsor a ő történetük, most ebben nem mennék bele. És hát talán még egy dolgot megemlítenék vele kapcsolatban, hogy lássuk, hogy mennyire színesek ezek a... Mennyi minden összefügg mindennel. A születési helye, mármint hogy Feszül Frigyesé természetesen, az ugye nem más, mint a Magyar utca. És a Magyar utca az az utca, ami a régi pesti városfalon belüli, tehát a Kiskörút nyomvonalán belüli utolsó utca. Az az Ungergasse régi utca, ugye? És itt látta meg ő a napvilágot. Na most, hogyha valaki elsétál ebbe az utcába, akkor csodálja meg a 34-es számú épületet. Bocsánat, ez nem tartozik szorosan Feszülhöz, csak ebben az utcában született. Hát itt működött a Maison Frida nevű műintézmény, és szerintem mindenki találja ki a név alapján, hogy milyen műintézmény volt vajon ez a Maison Frida. Ma van 1926. Szeretném idézni nagy költőnket, Szabó Lőrincet. Felizgatott az orfeumi kiruccanás, meglátogattam Rönét. Gyalázatosan kéjelektünk. Úgy találta, hogy én sokkal változatosabb pózokat ismerek, mint ő. Fantázia kérdése. Na, hát ezt nem ragoznám tovább. Gondoljuk joga. Bele, hogy ez egy jógaiskola volt. Nyilván egy jógaiskola volt. Az én nagypapám, aki 1906-ban született, Esztergomból azért utazott a Maison Fridába, hogy elveszítse azt, amit egyszer lehet elveszíteni az életben is, ez nem a becsület. Sikerrel teljesítette ezt a dolgot. Nem állítom, hogy később büszke volt rá, de ezzel együtt kellő vigyorra lopta elő mindig ezt a történetet. Na hát, csatoljunk vissza Feszül Frigyeshez, mert... Igen. Na, csak gondoltam kicsit földobom a dolgot, beszélhetnénk itt John Keatsről is egyébként, mert annyi minden eszembe jut. Igen. Igen. És ugye, ugye? Nem, kedves hallgatók, nem az A válasz volt a jó, nem a becsületét vesztett el, hanem igen. A B válasz volt a jó. Ezt majd megfejtjük később. 23 óra után indul a műsorunkban. Hogy a Kauser Fessel Gerster társaság csődje ugye nem a saját tevékenységükből vagy üzleti tevékenységből ered, hanem egész egyszerűen Fessel sogorának Hoffman Antal divatkereskedőnek mindig váltókat írt alá pusztán baráti alapon, mert az mindig fizetett, tehát nem volt túl nagy kockázat. Ez pontosan így történt. A jó divatkereskedő elhunyt. Nem is biztos, hogy ez vitt őket feltétlenül csődbe, tehát igen, valóban itt a... Na, akkor beszéljünk egy picit Feszül házasságáról is, mert ugye két házassága volt neki, 1849-ben vette el Hoffman Reginát, egyébként tőle született a fia, később építési vállalkozóvá lett Feszül Frigyes. És sajnálatos módon valóban a sógorának rendre váltókat írt alá. Azt tudni kell, hogy a sógor nagyon rendesen törlesztett, tehát ő egy tisztességes ember volt ilyen szempontból is, azonban a váratlan halála miatt került pátba Feszül. De azt, hogy maga a hármas vállalkozás hatásának a felbomlása, az mennyire függött ezzel össze, azt nem tudjuk pontosan. Aha. De végsősorban ne úgy képzeljük rá a dolgot, hogy elvesztették mindenüket, és a nulláról kellett kezdeni, csak azt, hogy tulajdonképpen ez a hármas innentől kezdve nem együtt dolgozott. Világos. Hoffman Antal áll az valóban nehéz anyagi helyzetben lökte Feszül Frigyest, ettől függetlenül. Egyébként... Ha már szintén a magánéletnél vagyunk, két házassága volt Feszülnek, mert sajnálatos módon a felesége a második gyermek születése után nagyon hamar meghalt, és újra megnősült valamivel később, nevezetesen 1858-ban Kvant Vilmát vette feleségül. És még egy dolgot említsünk meg Feszüllel kapcsolatban, amellett, hogy számos érdekességet elő lehetne vezetni, hogy egyebek mellett akvarelfestészetet is tanult. Tehát festett is, és a korabeli fejlődő Pest, ugye Budapestről még nem beszélhetünk, hát... elég sok apró részletét örökítette meg ezek a festményeken, úgyhogy ki tudja, hogyha nem lett volna építész, akkor most nem beszélgetnénk-e Feszül Frigyes festőről, így elsősorban építészként emlékezünk rá. És talán még egy érdekesség vele kapcsolatban, hogy viszonylag későn, 1866-ban lett céhes mester. És hát addigra már kész van a vigadó. Tehát egy sikeres emberként emlegethetjük, de ezzel együtt nyilván
ugye 1872-ig, ha jól emlékszem, fönnáll a céhes rendszer, tehát fontos, hogy megszerezze ezt a dolgot. És nagyon-nagyon sok épülete maradt még fönt. A pesti belvárosban rengeteg épület hirdeti idézőjelben az ő dicsőségét, ugye a Veselényi utcába, a Szív utcába, a Donkó utcába, a Nagymező utcába épített iskolákat, és egyebek mellett a nevéhez fűződik, ugye nagyon sok megrendelője volt, egy kiemelkedő tudású építészről beszélünk, a Dohány utcai zsinagóga szentély kialakítása. De pályázott ő, ha jól emlékszem, magának a zsinagógának az elkészítésére is, azt nem ő nyerte el, mégis a szentély kialakításában részt vett, sőt, tervezte a Deák mauzóleumot is, ugye 1876-ban halt meg Deák Ferenc, nem olyan régen emlékeztünk meg róla, de hát végül is ezt sem ő készítette el, legjobb tudomásom szerint. És még nagyon sok minden, a kiskorúti London szállónál is dolgozott, Pécsen a zsinagógát, még Gersterrel és Hauserrel együtt tervezte. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy teljesnek nevezhető életút van mögötte, olyan értelemben is, hogy nagyon sokszor beszélünk arról, hogy valakinek megbicsaklik a pályája, és nem tudja befejezni a életművét. Feszül esetében, bár csak 63 évet élt, ami sajnos nem sok, azt gondolom, hogy mégis egy teljes életműről beszélhetünk. És ami miatt fontosnak éreztem megidézni az ő személyét, az tulajdonképpen tényleg az, hogy sétálunk Pesten, és ugye több építész kapcsán mondtuk már el ezt, és nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy az ő munkájával van dolgunk. De a mai napig a mindennapjainkat meghatározza, ha Budapesten élünk, hogy megyünk, kinézzünk jobbra, és látjuk az ő épületét, látunk egy olyan épületet, amiben dolgozott, nem véletlenül említettem meg a Calvin téri református templomot, tényleg, ha valakinek van módja és elmegy arra, szálljon rá 5 percet, hogy menjen be, és nézze meg azt, hogy ott bent is van neki egy apró munkája, ami sokkal kevésbé látványos, mint mondjuk a Vigadó, de éppen úgy karakteresen jellemzi az ő művét. Tehát egy tipikus 19. századi Bildungburger polgárról beszélünk, akinek a családját még iparosként tartották számon, ő maga azonban már nagypolgár, építési vállalkozó, ezt tovább tudja adni a fiának, de a történészek ezt úgy szokták mondani, hogy intergenerációs mobilitás, méghozzá sikeres, a tanulása, a szaktudása révén tudott fölemelkedni, és hát nem véletlenül, hogy a mai napig megemlékezünk róla. Azzal együtt, hogy nagyon sokszor, amikor elhangzik a neve, Feszül Frigyes, egyenlő Vigadó, és aztán itt megáll a tudás. Hát ne álljon meg, mert egy izgalmas életútról beszélünk. Azt gondolom, hogy helyes döntés hozott, amikor ott hagyta a piaristák iskoláját. Nem akarom elvitatni a elméleti tudás hatalmát, de hát Feszül Frigyesnek sokat köszönhetünk. Úgyhogy sétálgassunk Pest-Budán minél többet, mert van mit nézni, és megint csak mondom, érdemes megnézni, hogy miket tervezett a meg nem valósult elképzelései. Az országházát, és abban is rengeteg ötlet és érdekesség van, úgyhogy érdemes ezeket megvizsgálni. Pontosan. Közben írnak a kedves hallgatók megfejtéseket arra, amit kérdeztél, hogy mi lehetett az a hely. Korabeli alternatív férfi megőrző lehetett Gábor szerint, és más pedig azt írta, hogy a jóga központban szerintem katáztak, eváztak. Valószínűleg jó úton jár. Határeset, meleg közelítünk, fogalmazunk igen, így. Igen, igen. Szerintem hosszú távon azért rá fogunk jönni, hogy a híres nevezetes Magyar utca, vagy Ungergasse milyen műintézményekről volt egyebek mellett nevezetes, rögtön ott a Károlyi palotának a végébe. Találgassunk mégis előbb-utóbb. Igen, előbb-utóbb bejön. Igen, sok találgatás. És akkor egy másik korabeli nem létező szallag cím, üzlettársa halála miatt Feszül Frigyes. Úgyhogy ez szerintem ezekkel hát szépen lehet ezekkel ez a szépen kettő is maradhatott volna a végére, de azért köszönjük szépen. Csaba, neked pedig köszönjük, hogy beszéltünk róla. Feszül Frigyesnek köszönöm, hogy olyan művet alkotott, amiről lehet beszélni, és azért, hogy adjuk meg az igazságot, akkor most hadd idézem egy picit John Keats-et, mert róla is megemlékezhettünk volna, hát Endre itt harcba szállt, hogy John Keats-ről beszéljünk, úgyhogy akkor idéznék hasonló John Keats-ről, de óvj is erősíts, mert a vánkosom a sírba szállt nap árnya átoson, üzd el szobámból a búsorcú gondot, mert éjjel áskál, mint sunyi vakondok, csukd el a lelkem ékszerét vigyázva, s fordíts meg kulcsot az olajos zárba. Hát gyönyörű. Hát ha már romantikáról van szó, akkor ugye ide kívánkozott Keats is. Így van. A sunyi vakondok szókapcsolat, ez annyira romantikus, hogy nem lehetett kihagyni. Köszönöm Kosztolányi Dezsőnek ezt az ékes fordítást. Neked is köszönjük a mai beszélgetést, Csaba, jó munkát és szép napot kívánok. Köszönöm, minden jót kívánok. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel Feszül Frigyes alakját, megyünk tovább. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából.